Menjen a betegszobába. A sebe fertőző. Az ezredes azt hiszi majd, hogy szimulálok. Én vagyok a tábor orvosa. Na, induljon. Te érted, hogy az öreg miért akarja, hogy rendes hidat építsünk ezeknek? Bízd csak rá az ezredese. Az öreg még tudja, mit csinál. Na hát, Clipton, épp ideje, hogy meglátogat bennünket. Remek munkát végeznek a fiúk, tényleg első rang. Igen, uram. Ő hogy viselkedik? Meg kell mondanom, hogy sokkal józanabbul, amióta átvettük a munkát. Szeretném tudni, mire gondol. Halvány fogalmam sincs. Köszönöm, Reeves. Nincs mit, uram. Mi a véleménye? Nagy változás, mi? Uram, valóban úgy gondolja, hogy a híd felépítése jó ötlet? Komolyan kérdi? Igen. Hogy jó ötlete? Nézze meg őket. Nem veszi észre, hogy jó a hangulatuk? Hogy a fegyelmet helyreállítottuk? Hogy a kondíciójuk javul? Nem látszanak elégedettebbnek? Na igen, uram. Az ellátásuk jobb, és már nem fordulnak elő fenyítések. Igen, ez mindig az. Hát akkor? Komolyan, Clipton, néha egyáltalán nem tudom megérteni magát. Megmondom, mire gondolok. A helyzet az, hogy amit mi most csinálunk, fogható úgy... Bocsássa meg, uram, mint együttműködés az ellenséggel. Talán még árulásnak is minősíthető. Mondja, észnél van, Clipton? Mi hadifoglyok vagyunk, nincs jogunk megtagadni a munkát. Ezzel tisztában vagyok, uram. De muszáj ilyen jól dolgozni? Muszáj jobb hidat építenünk nekik, mint amilyet ők építenének? Hogyha maga Saitótól függne, nem próbálna békésen együttműködni vele? Vagy hagyná inkább, hogy a semmi tevésben széthulljon a zászlóaj, hogy azt mondják rólunk, nem tudunk rendes munkát végezni? Nincs tudatában annak, milyen fontos megmutatnunk, hogy nem törtek meg sem testben, sem lélekben. Nézze jól körül, Clipton. Egy napon véget ér a háború. Remélem, hogy azok, akik használják ezt a hitat az eljövendő években, tudni fogják, kik építették, és azt is, hogy hogyan. Nem valami rabszolgahad, hanem katonák, angol katonák, még a hadifogságban is. Igen, uram. Maga remek orvos, Clipton, de a hadseregről fogalma sincs. Jó reggelt!